Alexa, úgy mondjuk, hogy országúti vezetés, ami azt jelenti, hogy most nem a városon belül fogunk úgymond tötyögni, hanem ahhoz képest megismerjük az országúti vezetés rejtelmeit. Megyünk autópályán, megyünk két település között, de hát nyilván az országúti vezetésnél azért becsúszunk egy-egy község, falu fele, majd elmondom, hogy ott miket kell csinálni. Egy pár olyan dolgot szeretnék megtanítani neked, amit ilyen körülmények között lehet. Jó, jó meleg van. Kínlódunk is egy kicsit ezen a nyáron, de szerintem ezt élvezni fogod, mert ez egy kicsit könnyebb része a vezetésnek, de ugyanakkor veszélyesebb. Megismerkedünk a sebességgel, megismerkedünk talán az előzéssel is, remélem sikerül esetleg a visszakapcsolással, gyorsulás céljából. Ezeket szeretnék megtanítani, hogy indítsuk el a motort. Jó, húzzuk fel az ablakot. Hál' Istennek van a klímánk, úgyhogy le fogunk ülni, és akkor nagyon fontos mozzanat lakóterten kívül, ha indulunk, mire kell figyelni, kresszabály, a lámpára, pontosabban a tompított fényszóró, vagy ha van a nappali menetjelzőnek, működnie kell. Be van kapcsolva, ellenőrizve. Jó, és akkor ugyanúgy így jobbra el fogunk majd indulni. Jó, mondom az útirányt, és mondok egy pár új információt, menet közben fogom mondani, nem így előre, próbáljuk ezt megcsinálni, jó? Oké, nézzük a közúti jelzéseket, annyit ismétlésképpen milyen sebességgel mehetünk autópályán. Emlékszel, még a Preston folyam? 130 a maximum, ha városon kívül megyünk, akkor pedig 90-nel. Itt most autóút nincsen, tehát olyan, ha nem fogunk menni. Az autópályára fogunk most fölcsatlakozni, ennek érdekében egy kicsit meggyorsítjuk az autót, és bár ott van az a csúnya elsőbségadás tábla, autópálya feljárónál mindig van egy gyorsítósáv, pont azért, hogy érjünk el egy olyan tempót, hogy be tudjunk húzódni az érkezők közé, úgyhogy maradunk itt ebben a sávban, nézzük milyen hosszú. Nyomjuk a gázt, nézzük a külső tükröt, kitesszük az irányjelzőt, lassan behúzódunk, és közben válthatsz négyesbe is. Oké, nagyon szépen jöttél át a szélső sávba, nem rántottad át a kormányt, arra figyelj, hogy az index nem ugrik ilyenkor vissza, nem maradjon kint, mert megzavarjuk a többieket. Próbáljunk itt inkább a sávnak a jobb szélén közlekedni, az a biztonságosan, hiszen nézd meg a belső sávba, jönnek ám az autók, jöhet egy ötös fokozat is, ugye előre, jobbra és előre. Oké, picit a gázról előbb szedve a lábad, egyébként jó volt, és megyünk tovább. Nyomjuk a gázt, itt sok csúnya kamion megy előttünk. Hát, ha valamelyiket el tudjuk csípni és meg tudjuk előzni, hogy a tempóra figyelj, most körülbelül olyan 110-120-szal megyünk, szerintem ez nekünk jó sebességérték. Oké, látszott egy villogó sárga autót? Szoktak ilyet csinálni, hogy a leállósávot figyelik, javítják, fokozott óvatossággal megyünk el mellette, talán emlékszel, a Kresszben szerepel ilyen, de attól még mehetünk, csak a fél szemünk rajta legyen. Oké, és nyomjuk a gázt, mert ott van egy csomó csúnya autó, hát ha valamelyiket meg tudjuk előzni, és akkor életed első előzése meg lenne autópályán, mit szólsz? Na, közeledünk az autók felé? Jó? Akkor azt csináljuk, hogy nézzünk bele a tükörbe, hogy üres-e a belső sáv, tegyük ki balra az indexet, és nyomjuk azt a gázt, mert nézd csak... Hát igen, csak az olyan messze van még, hogy így meg nagyon közel leszel az előttünk lévőhez. Tedd ki az indexet, és nyomd meg a gázt bátran. Így van, látod, hogy messze van? Visszavesszük az indexet, vissza a gázt, és hagyjuk, hogy guruljon az autó lendületből. Visszamegyünk a kamion után, ezt úgy csináljuk, hogy jobbra kiteszed az indexet, nézed a belső tükröt, amikor megjelent, visszajössz elé. Szép finom kormány mozdulattal. Visszaveszed az indexet és a gázt is, mert itt van a következő előttünk. Ezt is megelőzzük? Igen. Balra index, nem jön senki, biztos? Az messze van még, ugye? Érzékeled a távolságot? Leelőzhetjük mind a két kamiont? A Kressz azt mondja, hogy folyamatosan előzhetünk. Megint csak jobbra index. És mikor mész vissza? Hogyha látom a belső tükörbe. És szépen, finoman, több tíz, több száz méteren keresztül jelz vissza, még talán ez is durva mozdulat. Hát ez az autópályás vezetés. Mondhatnánk, hogy unalmas, de nem így van. Még egy dologra felhívnám a figyelmet, a követési távolságra. Talán emlékszel a két másodperces szabályra, hogyha az előttünk lévő autó valamilyen szilárd álló tárgy mellé ér, mondjuk van ott egy kék tábla, akkor elkezdünk számolni,
24, 25, 26, 27, 28, ez 4 másodperces követési távolság volt, ez bőven belefér. Közben észrevetted, hogy egy piros autó előz minket? Igen. Legyen mindig infom, mert olyan nagy a sebesség, olyan hamar elérjük a távolságokat, hogy jó, ha mindig tudjuk, hogy mi van előttünk. Én azt is szoktam alkalmazni, hogy ha már nem akarok előzni, picit elfáradtam, akkor beállok a szélére az autó közé, kicsit lassabb tempóval, de nyugodtabban, kevésbé nagy figyelemmel tudok közlekedni. Sőt, elárulom neked, a következő kijáraton jobbra kimegyünk, és mivel tudjuk, hogy az itt van pár kilométeren belül, én már nem is állnék neki ennek a kamionsornak az előzésének. Tehát az autópályán is első mindig a biztonság. Jó? Következő kijáratnak a tábláját talán már láttad. Mennyire lesz? Nézzük meg ezt a nagy kék táblát, a kijárat. Megvan? 500 méter, az még nagyon messze van, úgyhogy bátran nyomjuk a gázt, ne lassuljunk le, hiszen minden autópálya kijáratnál van lassítósáv. Miért hívják lassítósávnak? Hogy ott lassítsál le. Le tudj menni, és ott lassítsál le. Úgyhogy így van. Ha meglátod a szaggatott vonalat, kiteszed jobbra az indexet, lemész a sávba, és most visszaveszed a gázt. Nézd meg, milyen hosszú lehet, látni, hol a vége, és most elkezdesz finoman fékezni, és javaslom, hogy itt az egyenesben, négyesbe kapcsoljunk vissza, és ha megfigyeled, van ott egy sebességkorlátozó tábla, azt azért teszik ki, mert ez az a tempó, amivel biztonságosan be lehet venni, de nézd a tükröt, mert jönnek utánunk. Jó, és balra fogunk majd menni, oda behúzódsz a bal széle. Úgy, visszakapcsolunk hármasba, ugye, hogy kell tudni kanyarba váltani? Muszáj, mert egyébként nem tudunk más tenni. És ott van egy csúnya stopptábla, és elgurulunk odáig, és ott megállunk. De guruljunk el odáig. Megvan a stoppvonal is? Jó. És megállunk. Már is egyesbe tesszük. Gurulunk egy kicsit előre, jobbra nézünk, balra nézünk, jönnek? Biztos? Akkor mehetünk. Keressük meg a helyünket az út szélén. Itt láttunk egy fontos információt, hogy 60-nal mehetünk, és az autónk megy 60-nal. Lakott tetten kívül vagyunk továbbra is. Meddig tart ez a 60-as tábla hatája? Ameddig fel nem. De mi oldja fel a táblát? Itt látni a kereszteződés. Utána akkor mennyivel mehetünk már? 90-nel, így van. Tehát észre kell venni a kereszteződést, és utána mehetünk bátran. A városon kívül is egy kicsit inkább jobb szélhez húzódjunk. Tudom, a városban mondtam, hogy mehetünk beljebb, de inkább a jobbra tartás miatt. Ez a biztonságos, hiszen a veszély szemből van. Jó? Látsz valami fontos információt előttünk? Valami zöld tábla itt előttünk, és Újhartyány fele megyünk. Így van, méghozzá ez a kör, azt jelenti, hogy ez egy körforgalom lesz. Visszaveszed a gázt, vigyázz, mert mögöttünk vannak, nem fékezünk nagyon. Most fékezel, úgy, fékezel, és visszakapcsolunk kettesbe. És mindjárt az első kiállaton kimegyünk, de ha balra jön autó, el kell engedni, de nem ide jön. Már is egyes, és megyünk tovább, és jobbra jelzünk, és megyünk ki. Nem megyünk be, itt maradunk a szélén. Oké. Na tessék. És most milyen táblát látsz? Beérkeztünk a lakott területre. Mennyivel lehet akkor menni? 50. Mert ugye ez a országúti vezetésnek a rákfenéje, hogy néha találkozunk településsel, és bizony ott le kell lassítani. Az ember egyébként megszokja a nagyobb tempót, tehát érdemes ilyenkor a kilométer órára is ránézni, mert kevésnek tűnik a száguldás után, így van, és akkor elérjük a tempót, és akkor ezt tartjuk. Nagyon lassan. Már integetnek nekünk szemből, szerintem már fölismernek. Láttad, hogy integetett a bácsi? Pedig nem oktató volt. Szemedet előrevetíted, látsz egy következő jelzést, azon mi van? 40-nel. Bizony 40-nel lehet menni. Ugye előfordul, hogy lakott tetten belül csökkentik, azért a 40-et érjük el. Jó, nagyon ne lassuljunk le alá. Meg is ismétlik a táblát, nehogy azt lehessen mondani, hogy kereszteződés feloldja. De az a kereszteződés már föl fogja oldani, követjük a sávunkat. És innentől már mehetünk 50-nál. Hát ez a legjobb játékvároson kívül, ez a sebességmóka, ugye, hogy mennyivel mehetünk éppen.
váltsuk nyugodtan négyesbe ilyen tempónál. Oké. Okay. Nem mersz? Mersz, ugye? Mi mindent mersz. Az előbb már ötösbe mentünk. Tudod, a legújabb autókon már hatos is van. Képzeld el, vannak hatosok. Vigyázz, mert szemből hogy, nagyon átjön az hatosban érdemes? Hát igen, nagyon gyorsan mész 100 fölött, akkor hatosban kevesebbet fogyaszt. Itt megint van valami esemény, nézd csak. És hol az út? Nem is látom az utat. Kicsit kanyarodik jobbra. Nekünk van elsőbségünk, a kettes az nem biztos, hogy kéne, de ha innen tesz, ez is jó, akkor annak megfelelően lassítsd le az autót. És már felváltozik. És felváltozik. Úgy, ismeretlen helyen is egész jól vezetünk. Egy szerencsénk van, milyen úton megyünk? Védett úton. Tehát nem vigyázz, mert egy autó előttünk el akar menni, és ha nem megy el a hátulja, azaz erőt győződjünk meg. Gyerekekre figyelünk, busz megállóban. És milyen jelzést látszott előttünk, ami fontos lesz vége. Majd a folytatásban? Vége a településnek, akkor megint kijöttünk országútra, tehát megint lehet majd 90-nel, de nem 3-asba, ugye? Tehát itt kapcsolgatunk fölfele. No kérem szépen, lehet, hogy életünk első előzése országúton is meg lehet, mert megy előttünk egy sárga villogó jármű. Először is sárga villogó figyelmeztető járműt meg lehet előzni. Fokozatóvatosság. Így van, de azért érjünk oda. Az előzésnek nagyon sok feltétele van. Mind a kettőjüket meg előzünk. Hát nem, megvárjuk, hogy a szürke talán előz, de úgy látszik a szürke. Hát nem tudjuk, nem mer. Ugye milyen rossz, hogyha valaki nem mer előzni? Ez az, amit mondok, hogy meg kell tanulni előzést végrehajtani. Na most egy, mind a így van, úgyhogy egy nagyon fontos taktikát megtanítok, visszakapcsolunk 3-asba. Miért kapcsolunk vissza? Hogyha előzni kell, akkor majd jobban tudjunk gyorsulni. Úgy, hát nem tudom, ez a szürke autó miért nem mer előzni szerinted. Na, mit látsz szemből? Jönnek? Nem látom, hogy jönnének. Hát egy kicsit bejebb kell. Hát igen, mit látsz? Jönnek? Messzire jönnek. Ha messzire jönnek, akkor nem megyünk. Ugye azt mondja a Kressz, hogy nem zavarhatjuk a szembe jövőt. Látod, nagyon kellemetlen, hogy az előttünk lévő nem akar, nem mer előzni, lehet, hogy követi, mert nézzünk meg, mögöttünk feltornyosult a sor. És bizony valaki lesz majd, aki itt hátulról jön, kielőzi a sor. Szemből jönnek? Igen, most. És most mi van szemből? Igen. Na? Most mehetnék. Hát akkor? Biztos? Nézzük a külső tükröt, jelzel balra, és megnyomod a gázt. Megnyomod, életed első előzés, és visszaveszed a gázt. Jobbra jelzzel. Sikerült előzni! És mi voltunk a legmenőbbek. És mi voltunk a menők, jó? Egy picit azért nyúltam be a kormányba, hogy segítsek, még érezted, nehogy átmenj oda a túloldalra, de ne lassuljunk. Most miért lassultunk, ha előztünk? Majd most lassulunk, mert mit látunk? És megint a tábla. Előztünk egy autót, azon reménykedtem, hogy egy traktort előzzünk meg. Nagyon tanulságos előzés volt, mert ugye egy tötymörgő autó miatt kettőt is meg kellett előzni. Nagyon szépen csináltad, érezted ezt a visszakapcsolást, csak most 4-esbe föl kéne újból kapcsolnod, jó? Azért azt ne felejtsük el, jobban gyorsul az autó, amire mondom, vigyázni kell, hogy nehogy átrepüljünk a túloldalra. Hoppá, itt mit látsz? 30-as táblát. Hát ezt valami építkezés miatt kint hagyták. Sajnos bosszantják az autósokat, de hát a rendőr lehet, hogy itt áll és fotóz, úgyhogy egy maximum egy 10%-a, de oda nem menjünk le, nézd, csak ott van egy luk. Tetszik látni? Ha nem szólok bele, lemész, tessék figyelni az utat. Jó, azért a 40-et érjük el, már mögöttünk lejövő, most nagyon oda van, bár egy T-betű ki van téve a kocsijára, lehet, hogy tanuló vezető. Na, itt is egy kis beszaladtunk az összes útépítésbe. Éles kanyar, sebesség, bizony, 20-as tábla, az biztos, hogy kettes lesz. És szépen bekanyarodunk oda. Vigyázz, itt is van ilyen fölmarás. Hát, megy az autó gáz nélkül is, ha akarod, beadhatsz egy icipici gázt. Nagyon jól csinálod. És ott az út, mehetünk tovább. Nézd meg, mivel fogunk találkozni, eddig még sose találkoztunk ilyennel. Nem. Előzni kell, úgyhogy nem. Mire gondolok? Én látod az én igen. Szemem hol van? Nem. Na most itt elférünk, van. Vagy nem? Nem. Akkor álljunk meg. Úgy, egyes. Nem és tudom, mehetünk. Hát én már látom, te nem tudom, én nem látod. Hol a szemed? Ja, mi van ott? Mi van ott? Sorunkó, vasúti átjáró. Bizony, ilyen még sose voltunk. Hát, én se tudtam, csak láttam.
Látod, az én szemem hol van? Neked ezt még meg kell tanulni, hogy tessék messze nézni. Vasúti átjáró, hogy megyünk át? Fokozott óvatossággal. Villog a fehér lámpa? Igen, és mit kell tenni, mielőtt a sinekhez érsz? Ellenőrizni, hogy tudunk. Az mit jelent? Hát megállni egy pillanatra. De hogy állunk meg egy pillanatra? Jobbra-balra nézünk és megyünk. Mikor kell megállni, ha? Tilosa. Így van, akkor most miért akartál volna megállni? Hát mert elfelejtetted, amit a klasszórán tanultam, vagy tanítottam, azért ez nem jó. Fokozott óvatosság, körülnézünk, de annyi bocsánat, hogy még sosem mentünk vasúti átjáron, de akkor a következő órákon fogunk menni. Na, hogy tetszik a országúti vezetés? Nagyon jó. Szerintem egész jól csinálod, ügyes vagy. Pici finomítások, látod, itt is kellenek. Itt is érvényes az, amit nagyon-nagyon sokszor elmondtam már, hogy rengetegszer kell megcsinálni, rengeteget kell menni, gyakorolni kell, tapasztalni kell, hogy ezeken az utakon milyen esemény van, és meglátod utána. Élvezni fogod a vezetést, mert ez az igazi, hogy mondjam, vezetés élvezet, amikor mehetünk nagy térben, nagy sebességgel, és ez tényleg egy nagy élmény lehet mindenkinek. Jó? Jó. Úgyhogy gratulálok. Szeretnék átlendülni ezen a bizonytalanságon. Nem vagy bizonytalan, szerintem itt nagyon szépen csinálod, és én meg vagyok veled elégedve itt. Érzékeled a távolságot, most már úgy látom a sebességet is. Egyébként azt még elmondom, hogy vizsgán előfordul, hogy valaki olyan útvonalat húz, hogy városon kívülre kell menni. Csak ugye azért nehéz kiszámolni, mert az 50 percben nem mindig tudunk visszaérni. Tehát kicsi az esély rá, de ha mégis ez lenne, akkor ugyanúgy, ahogy most találd föl magad. Láttad most, mi történt? Előztek minket, semmi probléma. Ilyenkor mit mond a kereszt, hogy az előzést? Lehetővé kell tenni, illetve nem szabad akadályozni, de gyakorlatilag mondhatod azt, hogy segíteni. Viszont kéne egy 4-es fokozat, mert azért már elég sokat mentünk, így hogy nem váltottunk. Tessék ezt is érezni, a motor hangját, az érzést, hogy a bőg a motor egy kicsit jobban húz az autó, mert hiszen azért egy nagyon fontos dolog itt is van, hogy takarékosan vezessünk, és ugye minél nagyobb fokozatban vagyunk, annál takarékosabban tudunk. Ha ilyen kanyarok jönnek, akkor egy picit vedd vissza a gázt, jó? És hagyod, hogy lendületből beguruljon az autó. Sokszor elgyakoroltuk, nem kell fékezni, lendületből guruljon az autó. Az a baj, ha fékezel, meggyullad a féklámpa, és a mögöttünk lévő, aki pedig jön, nem biztos, hogy tudja, hogy miért fékezel, mert ő ennél a kanyarnál valószínű nem fékezne. A szemedet végigviszed a kanyaron, azért nagyon szépen lehet látni a kanyarévét. Most vedd vissza egy pillanatra a gázt, miért? Nagyon jó, ezt észre kell venni, hagyd menjen, és mehetünk tovább utána. Nincs már mögöttünk senki. Most már nincs mögöttünk senki. Így van, visszavesszük a tempót, mert hogy megint városon belül. Nézd, mi van ott fönt! Dabas. Ott fönt mi van? Ott fönt! Kamera. Gólya! Ott a gólya! Na, Alexa, láttuk a gólyát is. Most ez mit fog jelenteni? Sose tudom, hogy mit akarsz, tényleg. Ugye, annyira föl már nem mertél nézve. Hát mit nézni? Azt hitted, valami közlekedési táblát kell nézni, és közben a gólyát kellett volna nézni. Hát ebből tanuljál, hogyha én ezeket a dolgokat észreveszem, akkor neked is el kell odáig majd jutni, hogy figyelj ezekre, bármi történik. Így igaz? Így igaz. Rá is tüsszentettem. Látod, akkor tényleg így igaz. Nézd meg, milyen szép ház van ott. Elmersz nézni oldalra? Igen. De csak pillanatra, jó? És utána vissza. Ha még érdekel, még egy pillanat és vissza. Tehát az előbb láttuk, a tekintetünk elment jobbra, már le is mentünk oda a vályukba. Jó? Igen. Megint bátrabban megyünk, mert városon kívül vagyunk újra. Hát ez a klasszikus országúti vezetés. Nagyon nem történik semmi, itt a tempóra kell figyelni, a helyünkre. Nem éles ez a kanyar, nyom nyugodtan a gázt kifele belőle. Úgy, most nyom meg már. Tehát kanyarba befele visszaveszed a gázt, kanyarba kifele nyomod. Úgy oldják meg ezeket az utakat, egyébként elárulom neked. Ha nem teszik ki a sebességkorlátozó táblát, akkor akár a megengedett sebességgel is be lehet venni, tehát nem fogod elhinni. Ezt a kanyart van, aki beveszi 90-ben. Nem mondom, hogy 90-nel menjél, de közelíts meg a tempó. Ugye itt van a vadveszélytábla, sokat nem tudunk tenni, de hát legalább
inkább egy picit óvatosabban megyünk, hogyha kiszaladna egy nyuszi elég. Nyuszi még nem volt. Na de ez szoros kiszaladna. Hát az nem jó, inkább ne szaladjunk ki. És ilyenkor mi a helyes taktika? Hát fékezni. Hát kormány nem elrántani, fékezni, sajnos el fogod ütni, de fékezni, hogy megálljon az autó minél előbb. Nagyon sokan elkövetik azt a hibát, elrántja a kormányt, bemegy a zárokba, még lehet, hogy el se üti a szarvas, meg tovább szalad, és baja lesz. Hát ilyenkor satúfék, nem tudsz más csinálni. Jó, de ne is beszéljünk ki erről, az már majd a haladó fokozat lesz. Ha van kedved, vannak ilyen tréningek, el lehet menni szimulátorra, ott tökéletesen mutatják, hogy ilyen a vaddisznó, és meg kell tudnod állni előtte, és tudod, hogyan kell cselekedni helyesen. Jó a tempunk, sebességfokozat jó, minden jó. Ha most már unatkozunk, nem? Most kell beszélgetni ilyenkor, hogy elvonjam a figyelmedet. Ami még fontos, hogyha ilyen útra mész, hogy előtte nézd meg térképen, GPS-en, hogy hova szeretnél menni. Mert ilyen tempónál, hogyha utolsó pillanatban veszed észre az útirányváltoztatást, az nem szerencsés, tehát jó megtervezni az utat, vagy ki kell tenni a GPS-t, és akkor ez körülbelül mondja. Azért is jó a GPS ilyen helyzetben, mert akkor fogod látni, hogy jön egy kereszteződés, akkor nem kezdek például egy fölösleges előzésbe. Mert itt az előzni tilos tábla, de lehet, hogy az már késő. Mit kéne csinálni? Kicsit kanyar miatt visszavenni a gázt. Bizony, mert itt valami lesz. Valamiért van előzni tilos. Miért volt? Mert volt egy kis kanyar, és mehetünk tovább újból. Oké, tehát az útvonal tervezés ilyenkor itt el nekem, hogy nagyon hasznos. Csak arra figyelj, ne vonj el úgy a figyelmedet, hogy majd ismét egy körforgalom. Ugyanaz a technika, elkezdesz finoman fékezni, nézed a kilométer órát, hogy 40 körül váltsál vissza. Oké. Jó, de messze van még, nagyon ügyelsz, még azért próbáljuk helyre tenni vissza kettesbe. Oké, fékezünk tovább. Benézünk balra, az a kamion. Merre jön? Kimegy. Akkor nyomjuk a gázt, mert nézd meg mögötte jön a szürke autó. Annak már esélyt se adjunk, és megyünk a második kiáraton. Azaz, tovább az ötös úton. Azaz, tökéletes. És nyomjuk ezt a gázt, megy az autó. Ez most nagyon jó volt, hogy észrevetted. Tudod, mi volt a jó, hogy észrevetted a kezed munkájánál? Nem engedted föl a kuplungot. Emlékszel, régen mindig akkor vettük észre az ötöst, amikor... Hát miért mondod, hogy nem fejlődünk? Nagyon-nagyon sokat fejlődünk. Magamhoz képest mindenképpen már mit tudjuk. Figyelj, 34. órában vagyunk ma, ezt is azért hagyd mondjam el, ha valaki kérdezné. Ahhoz képest szerintem ez tökéletes. Igen, jó? Csak nekem ez full az egész, ugye teljesen új volt, és azért így nehéz, mert én is látom már, hogy... Tempóra figyeljünk meg. Közben bejöttünk. Persze, mi 10 évesen, vagy mikor akartunk. A nézőknek még el sem árultuk, hány éves vagy, nem is áruljunk el, ugye? 34 lesz. Jaj már, mi mondtad meg? Most itt fognak kommentelni. Nem is nézel ki annyinak, már hallom előre a kommenteket. Várom. Hát akkor hogy akartál 20 évvel ezelőtt jogsit szerezni? Bár 14 évesen segédmotorra lehet. Akkor 17. Hát akkor hú, már tényleg. Na jó van. Hát akkor ennyi lett volna az országúti vezetés. Jó, bemutattuk, hogy ügyesek vagyunk. Gratulálok. És akkor megyünk vissza, róljuk az utcákat, mert nem sokára, azért most már elárulhatom, vizsgát tervezünk, itt lesz mindjárt. És nagyon szeretném, ha sikerülne a vizsgát. Te is persze, ugye? Hát, szurkolja mindenki. Akkor kezdődhet a szurkolás, mindenki. Alexa nem sokára vizsgára megy, nem mondjuk meg előre, hogy mikor, hogy izguljon mindenki, de az eredményről mindenképpen be fogunk számolni. Megdicsérlek, jó? Köszönöm. Jól esik, ha dicsérnek azok? Igen, én is híve vagyok ennek. Ez...